dolgoznak a szakemberek a kopjafa alapjául szolgáló gerenda vésésén a Bonyhádi Székelyház udvarán. A különleges alkotás egy felajánlás részeként a vajdasági Hertelenné falvára kerül majd, hogy emléket állítson Tomka Károly egykori református lelkésznek, akinek nagy szerepe volt abban, hogy bukovinai székelytelepesek érkeztek 1883-ban a délbánsági vidékre. Tavaly készült egy kopjafa, itt a Székelyparkban lesz, volt fölavatva, ami ugyancsak a tiszteletesnek az emlékére, és akkor hát ők úgy gondolták, hogy ez is jogosan, hogy hát akkor azért csak ők is úgy illik, hogy megtisztelve érezzék, illetve megtisztelnék a tiszteletest, úgyhogy így most kérték azt, hogy akkor tudnánk segíteni ebben. A kopjafa a székelyek kultúrájában az emlékoszlopok szerepét tölti be, a rávésett motivumok pedig szinte minden esetben annak az embernek a tulajdonságait írják le, aki előtt tisztelegve készítik. A kódrendszert ismerők ezért szó szerint olvasni képesek a szimbólumokat. Van egy fejrésze, itt most a fej a részén lesz a hegy. A hegy az azt jelenti, hogy a vitézséget, bátorságot jelenti. Utána a fej után van egy nyakrész, az egy nyakas, akkor nyakas ember volt, akkor a nyakasságát. És akkor így lehet, hogy egy bátor, nyakas, székely ember volt, mert itt lesz egy székely kereszt. Egy-egy ilyen alkotás elkészítése rengeteg időbe telik. A mesterek akár heteken keresztül is képesek dolgozni a kopjafákon. Ez egy hetes munka körülbelül, hogyha 8 órában csinálja az ember. Először is kiválasztjuk a fának a megfelelő fát, és ezt le kell csiszolni, le kell gyalulni, és amikor készen van az alapmunka, ahogy most is van, akkor kitaláljuk, hogy milyen motivumok legyenek rajta. Ezeket a motivumokat fölrajzoljuk, amikor a rajzolás kész van, utána kezdjük faragni. Az attól függ, hogy kinek készül, vagy mire készül. Például itt egy hegyel fog kezdődni majd, utána lesz egy nyak, egy székelykereszt, itt meg lesz egy vagyis egy bibliakönyv, egy serleg és egy csillag. A kopjafa tehát a vajdasági Hertelenné falván lesz felállítva, ott pedig a 140 éve letelepedett közösséget összefogó Tamás Járon Székely Magyar Művelődési Egyesület gondozza majd. A tervezett hája megvan, igazából az egyesület udvarában van egy egyesületünk, ahol ott szokunk összegyűlni, mint a székelyek, ugye, és ott van egy tájházunk is, úgyhogy ott lesz az egyesület udvarába felállítva ez a kopjafa. Hertelenné falvára fog kerülni, az Pancsovára, vagyis Beográdtól 18 kilométerre ott élnek a Hertelenné falvi bukovinai székelyek. És egy Tomka Károly telepítő lelkész, ő volt 1883-ban, aki kitelepítette az őseinket Hertelenné falvára, és most 140 éve pontosan, hogy az őseink oda lettek telepítve, és erre az alkalomra szeretnénk ott felállítani ezt a kopjafát. A Bonyhádon faragott székely kopjafa avatójára a vajdasági Hertelenné falván a tervek szerint októberben kerül sor.